A Nő Dicsérete rendezvénnyel kezdődött a tavaszi fesztivál 60-ban, amelyet a programsorozat fővédnöke Szabó Zsolt államtitkár nyitott meg. Elmondta, hogy egy nőnek az élet több területén kell helytállnia, mint egy férfinak. Helytállnak önök otthon a családban, helytállnak körülöttünk, mint kollégák, helytállnak az egész városban, az egész országban, és hát a civil életben. Nőnap alkalmából évről évre három közismert férfi abban a szerencsés helyzetbe kerül a programon, hogy dicsérheti a nőket. Idén három sportoló beszélt a hölgyekről, Dudás Attila öddanos tékvandó mester, Robotka Tamás kosárlabda edző és Oroszi Bertold, MMA világbajnok voltak a rendezvény vendégei. Én jó egészséget kívánok minden hölgynek, ez a legfontosabb, semmi nem számít, csak a jó egészség, és hát legyetek, maradjatok kedvesek a férfiakkal, ahogyan azt megszoktátok otthon a páratokkal vagy az ismerőseitekkel. Hát talán akkor az egészség után én azt mondanám, hogy a szeretet és a szerelem, hogyha erről van szó, ez a két dolog a legfontosabb. Én pedig szeretném megköszönni, hogy ennyi csinos hölgy előtt itt lehettünk. Na, ezt mondom a fiúk nevében is. Egyetértünk. Van. És hát én nagyon életünk elején tartunk, úgyhogy én még nem tudom, mit akarok egy nőtől. De remélem, azt megtaláltam. Horváth Rihárd polgármester és a 60-i képviselőtestület férfi tagjai vidám előadásokkal készültek. Egy stand-up comedy produkcióba ágyazott zenekari fellépés és egy szórakoztató bábelőadás örvendeztette meg a rendezvényen a hölgyeket. Az est meglepetés vendége Tabáni István volt. A nőnapi programon a 60 Jam Band is zenélt, a banda vezetőjét Lacik Fecót pedig születésnapi alkalmából Horváth Rihárd köszöntötte fel a tavaszi fesztivál nyitó rendezvényén. Az est végén minden hölgy kapott egy szár rózsát a Nagy Endre rendezvényteremben, Szabó Zsolt államtitkártól, Horváth Rihárd polgármestertől, Tóth Csaba kabinetfőnöktől és a képviselőktől.